Ismét eltelt egy esztendő, ami ezúttal is bővelkedett sikerekben és kudarcokban egyaránt. Így például mindkettőből kijutott a PLE futballistáinak is az idén, akik tavasszal megnyerték a megye 2-es bajnokságot, ám a nyáron nem mentek fel a megye 1-be, s ezt bizony nagyon jól tették, hiszen az őszt sajnos végigbukdácsolták itt a megye 2-ben. Labdajátékoknál maradva, a női kézilabdázóknak sem igazán sikerült az idén az előrelépés, hiszen a tavalyi bajnoksághoz hasonlóan a most zajló megyei pontvarászatban is a futottak még szerep jutott a számukra. Velük ellentétben a fiú kézilabdázók egyre acélosabb játékot produkáltak az év folyamán, így számukra bőven akadt sikerélmény a saját bajnokságukban. Az idén is kitettek magukért a birkózók, akik 3 arany, 2 ezüst, valamint 9 bronzérmet szereztek a különböző országos bajnokságokon. A csapat legfényesebb érmeit Dodó Bence és Darabos László szerezték, miközben Dodi az EB-n 8. lett. A passe pingpongozói 4 évnyi bőjt után szereztek az idén újra érmet, méghozzá ezüstöt a megyei bajnokságban. Mindemellett a csapat egyik nagy tehetsége Szabó Krisztina diákolimpiai aranyéremnek örülhetett. A Sáréti Ese fiataljai is számos országba sikert értek el, úgy a kerékpár, mint a duatlon sportágban. Így utóbbiban Tomka István diákolimpiai aranyérmet szerzett. Ám náluk talán a legnagyobb sikernek az számított az idén, hogy több versenyzőjüket is leigazolta az egyik legnagyobb hazai klub, a Bátori, valamint Tomka Boászt a korosztályos válogatottba is meghívták. Bulgáriában rendezték az idei Majorett Európa bajnokságot, amelyen 7 fővel az Iris csoport is képviseltette magát. A 8 országot felvonultató viadalon remekeltek Tóth Irén tanítványai, hiszen valamennyien pontszerző helyen végeztek, s ezen belül 1 arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet szereztek. A Bátori Gym kickbox csapata is hozta a megszokott formáját, miközben 2 franciaországi gálán is kiemelkedően szerepeltek legjobbjai, a hagyományos hazai viadalokon is számolatlanul termelték az érmeket. Girdán Miklós edző szerint 2017-ben Szilágyi Viktória, Karacs Gergő, Szűcs Roland és Lukács Dominik voltak az együttes legjobbjai. A pluszese 2 országos dobogós helyezéssel lehet a legbüszkébb. Keserű Kinga úszásban szerzett diákolimpiai bronzérmet, s ugyanilyen színű medál került a Leány sulipóló csapat tagjainak a nyakába. Fekete Bernadett erőemelősen panaszkodhat a 2017-es esztendőre. Tulajdonképpen minden megnyert, amit csak akart. Ám ezek közül a legnagyobb diadalt egyértelműen a Csehországban megrendezett világbajnokságon érte el, ahol világcsúccsal hódította el a junior korosztály világbajnoki aranyérmét. Végre kijött a lépés dr. Szentpéteri Diának is az idei hosszú távú triatlon magyar bajnokságon, ahol egy irtózatosan kemény versenyen 10 óra 36 perc 48 másodperc alatt korosztályában elsőként ért célba, és ezzel az abszolút összetett versenyben is a dobogó 3. fokára állhatott. Sas Ferenc pedig a nyáron bebizonyította, hogy egyáltalán nem volt véletlen a 2016-ban megszerzett Field Target Európa bajnoki aranyérme, hiszen az idei Németországban megrendezett EB-t is megnyerte, azaz megvédte az Európa bajnoki címét. Az ezt követő világbajnokság pedig már csak hab volt a tortán, hiszen Velszben is bekerült a világ legjobb 10 lövésze közé. Versenyző társa Szilágyi Sándor ezúttal főleg hazai sikereket ért el. Végül, de nem utolsó sorban, 2 sportágban is egyre kiemelkedőbb versenyekre kerül sor Püspöklarányban. A futódarú ese immár 4. alkalommal rendezte meg az idén a Farkas-szigeti daruvonulást, ami egyre népszerűbb a honi futótársadalom körében. A másik ilyen sportág a teremfoci, s ezen belül is a közmű alagútkupa, amelyet másodszor rendeztek meg, s amelyen az ország legjobb kispályás csapatai 3 napon át szórakoztatták a Gellér Sándor sportcsarnok közönségét.